és oltalmaz minden veszélytől ezeket a járműveket. Adj nekünk kevesen mindig jó utat és szerencsés érkezést. Hál' Istenén szent angyalainak, és előtte kedves méltatunk Szent Kristóf közbenjárására, őriz meg bennünket minden veszedelemtől, szárazföldön, vízen, levegőben, hogy amikor a földi élet útjait járunk, törvényei ösvényei megmaradva és szent akaratban teljesítve, eljussunk egykor az örök hazánkba. A hétvégén a Szent István király templomban istentiszteletet tartottak. Szent Kristóf az utasok, vándorok, hajósok védőszentjének alkalmából, a népies vallásosság egyik legnépszerűbb alakjának. Képét autósok és motorosok hordják magukkal. Ő az a szent, akinek létezését történelmileg nem lehet egyértelműen igazolni, mégis hatalmas tiszteletnek örvend. A legendák szerint a 3. században adta életét Krisztusért. A hatalmas Kristófot az a vágy fűtötte, hogy szolgálatait a leghatalmasabb úrnak felajánlja. Először egy király, majd az ördög szolgálatába szegődött, de megtudta, hogy ez fél a kereszt jelétől, így eljutott Krisztushoz. Megkeresztelkedett és felebaráti szolgálatként egy erős sodrású folyón vitte át az embereket. Egyszer egy gyermek segítséget kért, és Kristóf szívesen teljesítette kérését, hogy a vizen vigye át a túlpartra. Először a kicsi könnyű volt óriási vállai számára, ám ahogy a folyó közepe felé haladt, egyre nehezebb lett, mintha olmot cipelt volna. Már majdnem a víz alá került, de minden erejét összeszedve átért a túlpartra. Ekkor derült ki, hogy Krisztus vitte át a vállán, aki megajándékozta őt a vértanúság koszorújával. Szent Kristófot július 25-én ünnepli a katolikus egyház, és az ezt követő vasárnapon tartanak alkalmából szent misét. Ő érte tartottak július 29-én szertartást Kalocsán is, amit városunkban 2009 óta hoztak vissza. Az Isten tiszteletet követően Mészáros atya megáldotta a belvárosban felsorakozott közlekedési járműveket. A részvevők számából láthatólag városunkban is egyre nagyobb népszerűségnek örvend ez az ünnep. Mindenható Istennek, Atyának, Fiúnak, Szentléleknek áldása szálljon le rá, és maradjon rajta mindenkor. Használjátok egy